Napszámos munka keretében végeztethetik el az önkormányzatok a közterületek karbantartási munkálatait. A vonatkozó jogszabálytervezetet döntő fórumként fogadta el a képviselőház. A faültetés, a közterek takarítása, illetve karbantartása olyan feladatok az önkormányzatok számára, amelyek egyszerre sok munkaerőt igényelnek, így gyakran a hivatal alkalmazásában álló személyzet nem elegendő arra, hogy ezeket el tudja látni. Az előre meghatározott személyzeti felépítés ugyanakkor nem teszi lehetővé több személy alkalmazását. A most elfogadott jogszabálytervezet megteremti a törvényes keretet arra, hogy az önkormányzatok napszámos munka keretében végeztessék el a szükséges karbantartási munkálatokat, magyarázta egy egyszerű példával Csép Éva Andrea. Van a faluban egy olyan személy, aki jelenleg nincs foglalkoztatva, nincs munkaviszonya, ellenben egy nagyon jó ember, aki besegítene akár egy ilyen karbantartási munkálatnak az elvégzésébe, akkor egy pár napra az önkormányzat tudja foglalkoztatni, ezzel segítve a családot is, igaz, ahonnan jövedelemkiesés van, mert nem foglalkoztatott az illető személy, másrészt pedig a közösségért a helyi önkormányzat tud tenni, és ilyen formában pedig nem kell szerződéssel alkalmazni. Gyakorlatilag az önkormányzatok bonyolult közbeszerzési eljárások nélkül és helyi munkaerővel végeztethetnek el olyan feladatokat, amelyek által a települések tisztábbak lehetnek, tette hozzá. A törvény az államelnöki kihirdetést követően, illetve a hivatalos közlönyben való megjelenése után lép hatályba.